Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében a béke veletek. Máté evangéliumából. Jézus azt mondta a tanítványaink, boldogok a lélekben szegények, mert ők a mennyek országa. Boldogok a békesség keresők, mert Isten fiainak hívják őket. Ti vagytok a só, és ti vagytok a világ világossága. Egy helyre épített város nem lehet elrejteni. Ugyanígy világítson a ti világosságot az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cseleteidet, adjanak dicsőséget az Atyának, aki a mennyben van. Ez az Isten igéje. Kedves testvérek és nővérek, jó napot! Az elmúlt héten két afrikai országot látogattam meg, Kongót és Dél-Szudánt. Megköszönöm Istennek, hogy lehetővé tette ezt az utat, amire régen készültem. Két álom. Meg akartam látogatni kongoli népet, amely a Afrikának zöld tüdeje, amely Amazoniával hasonlóan háború sújtotta, amely nem fejeződött be, és meglátogattam dél-szudáni népet Canterbury érsekével, Justin Welbin és Jan Grinshildel, a Kóciai Egyház moderátorával együtt, hogy a különbségben is együtt dolgozzunk, különösen is, hogy megosszuk a Krisztusba vetett közös hitünket. Első napokban Kinshasában voltam, Kongó fővárosában. Megismétlem a közönetemet az elnöknek és más vezetők, akik köszöntöttek engem. Egy üzenetet tudtam mondani a népnek. Egy nagyon értékes ország, amely sok gazdagsággal rendelkezik, és mégis szegény a nép. Ez egy olyan, ami más afrikai országokban is jelen van. Egy gazdagság és a szegénység, amely ki lett használva. Két szót mondtam. Azt mondtam, hogy elég. Elég Afrikát kihasználni. Máskor már mondtam, hogy Afrikát kihasználják. Ez elég. Ezt mondtam most is, amit már más alkalommal is. A második pozitív szó, hogy együtt. Együtt, méltósággal, egymás megbecsülésével, együtt, Krisztus nevében, a reménnyel. Nem kihasználva, hanem együtt előre menni. Krisztus nevében gyűltünk össze az eukarisztia ünneplésében. Kinshasában különböző találkozók voltak, találkoztam háborúk áldozataival, erőszak áldozataival, akiket fegyveres csoportok támadtak meg. Az emberek félelemben élnek és bizonytalanságban, törvénytelen események áldozatai. Meghallgattam néhány áldozatnak a tanúságtélét, elsősorban nőkét, akik a kereszt lábához letették a fegyvereket és a kínzásnak más eszközeit. Nekik azt mondtam, nem az erőszakra, hanem a megbékélést kell szolgálni.
Különböző karitatív csoportok vezetővel találkoztam, megköszöntem nekik a munkájukat, amit a szegényekkel, a szegényekért tesznek, hogy nőjön egyre, minden nap nőjön a közjó. A szeretet cselekedeteinek kell első helyen állni, hogy növekedjen az ország. Különösen fontos esemény volt a találkozó a fiatalokkal és a kongolézi hitoktatókkal. Gondoljunk a megújulásra, amely a új keresztény nemzedéket neveli fel. Öt szót mondtam nekik, imádság, közösség, tisztelet, megbocsátás és a szolgálat. Ezt mondtam a fiataloknak, hogy ez az afrikai fiataloknak az útja, imádság, közösség. Kinshasa katedrálisában papokat, diákonusokat és szeminaristákat és megszentelt élet személyével találkoztam. Sokan vannak és fiatalok, sok hivatás van, hála Istennek. Buzdítottam őket, hogy a népnek legyenek a szolgái, mint a Krisztus szeretetének a tanúi, a kísértéseket múlják felül, a lelki közepességet, a kényelmet és a felületességet. Ezt mondtam a kispapoknak és a papoknak. Középszerűséget, ez egy szomorú eset, hogyha egy pap középszerű. Ne legyenek világiasak, ez egy nagy rossz az egyházban, és a felületesség. Egyet kerüljék. Végül a püspökökkel megosztottam az örömet és a lelkipásztori fáradtságukat. Arra hívtam őket, hogy hagyják, hogy az Isten közelsége vigasztalja őket, legyenek a nép profétái, legyenek jelek, mint az Úr, legyenek Krisztus jelei a nép között. A három dolgot ajánlottam nekik: együtt, közel lenni, és legyenek kedvesek az emberekhez. Ezt kértem a püspököktől és a papoktól. Az út második része Dzsubában, Dél-Szudán fővárosában történt. Ez egy egész különleges volt. Jézus szavait idéztem nekik, hogy azért imádkozzanak, hogy mindjárt együtt legyünk. Ökumenikus formában, békében, két egyház vezetőjével, az anglikán egyház és a skóciai egyház vezetőjével voltunk ott. ...2019-ben találkoztunk itt Rómában, és azért, hogy meghaladjuk az ellentéteket. Ez a találkozó lehetőséget tett arra, hogy előre menjünk. A kibékülés nem haladt nagyon előre, és a régi logikája hatalomnak, a rivalitás, a háború, erőszak jelen vannak. Arról beszéltünk, hogy hogyan kell kezelni ezt a nehéz utat, hogy a egységet megtaláljuk.
szégyenletes, civilizált országok, akik fegyvert adnak nekik, civilizált országok, ez egy nagy szégyen. Nemet kell mondani a fegyverek kereskedelemre, csak így lehet fejlődés, így tud az emberek békében dolgozni. Ökumenikus jellege a találkozónak megmutatkozott a közös imádságban az anglikán és a skócai testvéreinkkel. Közösen fordultunk Istenhez dicsőítéssel, kéréssel, közbejárását kérve. Sajnos van, aki visszaél Isten nevével, hogy igazolja az erőszakot és az elnyomást. Kedves testvérek és nővérek, 11 millió lakosa van Dél-Szudánnak. 2 millióan közülük elmenekültek más országokba a őket is meg kell hallgatni, hogy megérezzék az Isten közelségét. Az egyháznak ezen menekültek közelébe kell lennie. Elsősorban a nőkhöz fordultam. Nagyon kiválóak ezek között. Ők adnak erőt, hogy átalakítsák az országot. Mindenkit bátorítottam arra, hogy az új magvetésnek legyenek az eszközei. Mózest állítottam eléjük, amikor a lelkipásztorokkal és a megszentelt élet tagjaival találkoztam. Az utolsó esemény volt az eukarisztia ünneplése, és arról beszéltem nekik, hogy legyenek só és világosság. Mert Isten ereje a kicsikben és az alázatosokban mutatkozik meg. Megköszönöm a mindenkinek, az elnöknek, hogy lehetővé tették az én látogatásomat. És mindenkinek, aki erőfeszítést tett azért, hogy sikeres legyen ez a lelkipásztorot. Megköszönöm a testvéreimnek, hogy elkísértek engem az ökumenikus útra, az én testvéreim az anglikán és a skóciai egyházból. Azért, hogy Afrikában a Isten országának a szeretete, igazsága és a békéje virágozzon fel. Il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni della Turchia e della Siria. Török és a szíriai népre gondolok, akiket a földrengés sújtott, sokat szenvedtek. Kifejezem közelségemet ezekhez a népekhez, és mindazokra gondolok, akik szenvednek ettől a és megköszönöm annak, akik segítséggel vannak irántuk, és szolidaritásokat fejezik ki, amely földet egy háború már sújtott korában. Imádkozzunk ezekért a testvérekért és a növékért, hogy előre mehessenek, hogy kérjük a Szűzanya közbenjárását, az Üdvözlégy Máriát imádkozza a Szent Atya értük.
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Szívesen köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen köszöntöm a Benedek Fákja delegációt, az kórházi ápolók társaságát, a Cesana Madernoi nővéreket, és a Fiano Romanoi zenekart, akit hallottunk az elején. Még zenéjetek a kihallgatás alatt majd. Ne felejtsük el az ukrajn népszenvedését, akik szenvednek, nincs világítás, nincs meleg. Gondolok a fiatalokra, a betegekre, az öregekre és a házasokra. A Lourdes szűzanya ünnepére készülünk. Szombaton lesz 11-én az ünnepe. Kérem a szűzanyának a segítségét, őrizzen meg benneteket örömteli szívvel, és mindnyájunkat segítsen az életünkben. Mindnyájatokra adom áldásomat. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.